Tehát a műhelyben a közösségszervezésről volt szó. Ez egy érdekes szakmai megközelítés, amiről már régóta beszélünk, gondolkodunk, de nincsen még magyarországi gyakorlata. A közösségfejlesztéssel párhuzamosan gondolkodtunk a közösségszervezésben mindig, illetve hát vitáztunk azon, hogy mi is a különbség a két megközelítés között az elmúlt években. És az elmúlt egy évben viszont elég sok erőt fordítottunk arra, hogy jobban megtudjuk azt, hogy mi is az a közösségszervezés. Képzéseken, tanulmányutakon keresztül, illetve amerikai kollégák segítettek nekünk ennek a szakmának a feltérképezésében. A műhely arról szólt, hogy elmondtuk, hogy amit eddig tudunk a közösségszervezésről, hogy melyek ezek a különbségek. Ugye nagyon hasonlít olyan szempontból a közösségfejlesztéshez, hogy szintén a helyi közösség bevonásával arra törekszik, hogy a helyi problémákra megoldásokat találjon, és ezt a helyiek ezeken a megoldások felé, vagy a megoldások felé el is induljanak valamilyen módon. De a hogyanjában nagy különbség van, illetve a szemléletében is. Sokszor úgy emlegetik, mint egy radikálisabb vonala, stratégiája a közösségi bevonásnak. Ebben van is igazság. Esetleg Péter, nem tudom, hogy a két megközelítés közötti különbségről akarsz-e itt bővebben, vagy... Hát csak annyit, hogy igazából itt ez egy nyilván a közösségfejlesztéshez képest egy konfrontációra alapuló stratégia a közösségszervezés, aminek az a lényege, hogy akiknek hát gyakorlatilag gazdasági és politikai jogok kivívása a célja olyan csoportok körében, akik nem részesülnek semmilyen szinten a politikai jogokból, tehát ilyen kitaszított szegény csoportoknak az érdekérvényesítési lehetősége az, hogy megszervezik magukat, és harcba kezdenek a hatalomért, vagy hatalom megszerzésért, vagy a hatalmi viszonyokon való változtatásért. Amiről beszéltünk azon kívül, hogy körülbelül hogyan körvonalazzuk ezt, hogy mi is az a közösségszervezés, az volt, hogy ennek ma Magyarországon a magyar viszonyok között, meg az itt tapasztalható attitűdök, meg itt kialakult szerves fejlődésbe, vagy hát ami Magyarországon most ugye már létezik egy ilyen dolgot most behozni, hogy ennek van-e létjogosultsága, ez működne vajon, illetve hogy szabad-e a haragra és dűre alapozó tömegmozgalmat, hogy generálni, vagy éppen kifejezetten kell. És hát ezek mellett körüljártuk olyan kérdéseket is, hogy azok a spontán szerveződések, amik egy-egy ügyre fókuszálva gyors eredményeket érnek el az emberek mozgósításába, azok mik hogyan vannak, és hogy van-e közük a közösségszervezéshez. Nagyjából arra jutottunk, hogy a közösségszervezésnek ott van létjogosultsága, ahol nincsenek meg azok az eszközök és képességek, hogy egy ügyre spontán reagálva létre lehessen hozni egy reakciót, hanem azokon a területeken van létjogosultsága, ahol ezek nem jönnek létre spontán.